Egy helyi lakos megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2023. február közepe óta intézmények és magánszemélyek sérelmére követett el vagyon elleni bűncselekményeket Jászladányon. A férfi legutóbb 2023. március 26-án hajnali 4 órakor kezében egy 20 literes gázolajos kannával mászott át egy jászladányi telephely kerítésén, amikor a polgárőrök megzavarták és elszaladt. A helyszínre érkező rendőrök átkutatták a telephely udvarát, ahol egy tehergépkocsi alatt elrejtőzve találták meg a feltételezett elkövetőt. A 27 éves jogsértőt előállították a jászladányi rendőrőrsre, majd a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki. A rendőrök megállapították, hogy a tettenért tolvaj az elmúlt időszakban 3 különböző telephelyen járt, az ott lévő gépekből akkumulátort és több mint 400 liter gázolajat tulajdonított el. Vallomásában elmondta, hogy az aksikat leadta a mélytelepen, az üzemanyag egy részét pedig értékesítette. A nyomozó hatóság a terhelt őrizetbevételéről határozott és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására. A Jászberényi Rendőrkapitányság jászladányi rendőrőrs egy rendbeli lopás büntett és 2 rendbeli lopás vétség elkövetése miatt folytatja az eljárást.